Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Szeretett testvéreim, mai napon egyházunk árpádházi Boldog Jolán szerzetes nőre emlékezik. És Boldog Jolán életére igencsak találó a mai evangélium. Jolán vágya kicsi korától fogva az volt, hogy apáca legyen, de szülei úgy döntöttek róla, hogy férhez adják. Jolán készséggel engedelmeskedett szülei döntésének. Az ember naivul azt várná ezek után, hogy ilyen előzményeket követően Jolán számára mindig lehetőség, minden lehetőség adva van, királyi házból származik, jó akar lenni, hogy talán ezek után problémátlanul fusson végig az életen, de nem ezt láthatjuk. A saját keresztje neki is megvan. 8-10 éves házasok voltak, amikor Jolán elkezdte érezni, hogy a férje gyanakszik rá. Megtudja, hogy a körülötte lévők az udvarban olyan pletykákat indítottak el róla, amelyek hallatán csoda, hogy a férje még nem dobta ki őt. Jolán tűrt, szenvedett, imádkozott, viselte a férjétől kapott bántásokat. Hamarosan meghalt a férje, Joláról pedig, mint ahogy az szokott lenni, kiderült az igazság. Jolán példa lehet a számunkra. Nekünk is ez a feladatunk, saját életkörülményeinkben, saját keresztjeink súlya alatt tudjunk jók lenni és Krisztust követni minden áron. Amen.